minden rákeskedik. Én mindig elmondom, hogy két legaktívabb korosztály az óvisok, meg a Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Román István főispán köszöntötte az időseket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ egyik foglalkoztató termében. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kormányhivatal sajtótájékoztatójára érkeztek mindketten, amelyen a nyári diákmunka vármegyei eredményeiről számoltak be. Kovács Ferenc elmondta, Nyíregyházán 615 diáknak tudott az önkormányzat munkalehetőséget biztosítani, a közigazgatástól a turizmuson át a nevelési és kulturális intézményekig. Sok területen tudtuk fogadni a diákokat. Nagyon fontos abból a szempontból is, hogy azok a diákok, akik itt eltelik az életüket, majd már, ha a tanulmányokat befejezték, legyenek lehetőségeik megismerni azt, hogy milyen szakterületen mivel jár a munka, és legyen kedvük majd itt maradni Nyíregyházán. Idén nyáron a szociális gondozásban is kipróbálhatták magukat a diákok. Korábbi tapasztalatom azt mutatta, hogy ide valamiért nem jöttek a diákok, és az, hogy most a fenntartó részéről egy megkeresés ért minket, ennek rendkívül örültem. És többek között azért, mert én azt gondolom, hogy maga az, hogy ez alatt az idő alatt a diákoknak volt lehetőségük betekinteni a mi szociális ellátásainkba, szolgáltatásainkba, az egyfajta szakmai orientáció lehetett a számukra. A programban minden eddiginél többen vettek részt, mind a diákok, mind a munkaadók oldaláról. Megyei szinten közelítette az 5000 főt azoknak a száma, akik részt vettek ebben a programban. Ez teljes egészében hazai forrásból megvalósuló program, azaz hazai adóforintokból. Közel 600 millió forintot kaptunk a központi költségvetéstől erre a feladatra, és a kormányhivatal a saját hazai forrású pénzügyi kereteit úgy alakította, hogy 100 millió forintot erre a célra tudjunk csoportosítani. Így alakult ki az a keretösszeg, ami a rendelkezésre állt összességében, és aminek az eredményeképpen a korábbi évekhez képest többen vettek részt a diákmunka megszervezésében, tehát magában ebben a programban. A 16 és 25 év közötti diákok az önkormányzati fenntartású intézményekben napi 6 órában, az egyéb munkáltatóknál például a mezőgazdaságban akár napi 8 órában dolgozhattak. A kormány 11 éve indította útjára a nyári diákmunkaprogramot, amelynek keretében idén mintegy 3,8 milliárd forinttal támogatta azokat az önkormányzatokat, valamint versenyszférába tartozó munkáltatókat, amelyek diákokat alkalmaznak a nyári hónapokban. A diákok órabére 1500 forint körül alakult.